A nyírlugosan lakók nyugodt és kiegyensúlyozott esztendőt tudhatnak maguk mögött. Az utóbbi évek egyik fontos beruházása volt a város futballpályájának és környezetének rekonstrukciója. A pandémia időszakában fejeztük be, meg akkor építettük, amikor nagyon nehéz volt. Nyílugoson hát egy nagyon régi fa épület volt, ami már félig elkorhadt, ilyen sportöltöző, és építettünk egy új sportöltözőt 160 millió forintért, felújítottuk a pályát, meg teljesen körbekerítettük, meg egy külső kis kondi park is kialakult, biztos látták önök is. Az önkormányzat 2023-ban törekedett a takarékos gazdálkodásra, de emellett fejlesztéseket is megvalósítottak. A városban egy új két csoportszobás bölcsődét építettek, ami bruttó 418 millió forintba került, és hamarosan megnyithatja kapuit a gyermekek előtt. Emellett befejezték a közösségi ház felújítását, amely 180 millió forintból jött létre. Hát ez a ház egy nagyon régi, és hiszem, hogy biztos látta, hogy az egyik régebbi patinásház Nyílugoson, és még megkérdeztük a válaszokat a nyílugosi polgárokat, hogy azt lebontjuk, vagy pedig felújítjuk, és a nagy többség azt kérte, hogy az maradjon meg, és újítsuk fel, és ugyanolyannak próbáljuk helyreállítani, amilyen volt, még az 1800-as években kapta ezt Nyílugos település. A polgármester hozzátette, kiemelkedően jók a település foglalkoztatási adatai, hiszen a munkanélküliség jelenleg 2% alatt van, emellett a pedagógiai oktatási intézmények terén is sikereket értek el. Valamikor nálunk volt 500-700 közmunkás, most már 31 néhány fő van. Azok is olyanok, akik nem tudnak máshogy helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, vagy egészségi, vagy pedig a koroknál okoknál, vagy a koroknál fogva. Én úgy gondolom, hogy nálunk ez most teljesen rendben van. Azon kívül az oktatás, úgy gondolom, hogy itt a térségben, hát Nyílugosra, úgy az iskolában, mint az óvodában, a környék 4-5 településéről járnak be gyerekek. Van itt egy felnőtt oktatás, tehát azt jelenti, hogy esti gimnázium szakoktatással, van egy alapfokú oktatás, meg van az óvoda is, természetesen most már bölcsőde is. És így néz most ki a közel 500 millió forint értékű beruházás után a nyírlugos ivóvizét biztosító új vízműtelepe. 2023 végén ugyanis lezárult a több éven át tartó projekt, amelynek eredményeként a településen a hatályban lévő legszigorúbb előírásoknak is megfelelő korszerű ivóvízhálózat jött létre. A polgármester várakozása szerint ez a beruházás az elkövetkező évtizedekre megoldotta a település ivóvíz kérdését.